Ez mind hazai művészek által készült. Kézzel ikonok, porcelán keresztek is kaphatók a görög katolikus Nyíregyházi Egyházmegye megújult kegytárgyboltjában. A bizánci rítusú görög katolikusok 30 éve működtetnek boltot a Szabolcsi megyeszék helyen. Március 1 azonban teljesen átalakult az üzletük. Itt jelenleg akár a püspöki pásztorbot is megtalálható. Tömjénezők, mécses és gyertyatartók. A boltban az egyház templomait is kiszolgálják a liturgiákhoz szükséges eszközökkel, ám nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy az oktatáshoz szükséges irodalom, hang- és videóanyagok, valamint játékok is elérhetők legyenek. Szeretnénk a hitoktatáshoz, hit hittanításhoz is segítséget nyújtani, a különböző társas gyerekneveléshez hozzájárulni, később esetleg lehet. Könyvbemutatókat is itt, hogyha a vírusson túl leszünk szervezni. Tehát, hogy szeretnénk tágítani mind a, a kettárboltnak a fogalmi körét is, és ugyanakkor szeretnénk azt is, hogy egy minőségi kettárbolt iránti vágyat fölelevenítsünk, a papok mellett a hívők is számos izgalmas könyv, cd a meg rózsafűzérek és a manapság egyre divatosabb keleti eredetű imafüzérek az úgynevezett csotkik közül is válogathatnak. Erre az imádság az úgynevezett Jézus ima. Ez annyiból áll, Uram Jézus Krisztus, Isten fia, könyörül rajtam bűnösön. Ezt, mint egyfajta meditációs imádságként imádkozzák az emberek, mikor minden egyes gyöngyöt végig imádkoznak. A különleges ajándékok mellett ugyanakkor missziós céllal is működik a bolt. Az egyház termékei ne csak divatcikkek legyenek, segítenek abban is, hogy a használóik elmélyüljenek a keresztény hídben.